Már nagyon régen szerettem volna foglalkozni ezzel a témával, és végre eljött az idő, úgyhogy ebben a sorozatban meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a 10 parancsolatról megtudunk, megvizsgáljuk külön-külön minden egyes parancsolatot, és megnézzük azt, hogy ki lehet-e deríteni többet egy alaposabb kutatás során, mint ami a felszínen értelmezhető, és amit a legtöbb ember általában gondol a 10 parancsolatról. Úgyhogy ez a sorozat erről fog szólni, és remélem, hogy mindenki legalább annyira hasznosnak fogja találni, mint amennyire számomra az volt. Mindaz az információ, amelyet e videó sorozat elkészítése során összegyűjtöttem. Így az úgynevezett 5. parancsolattal fogjuk folytatni. Ezt pedig megnézzük először 2. Mózes Semut 20-as fejezetből a 12-es vers így szól. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet Jehova te hatalmasságot áld néked. Nézzük meg, hogy hogyan is szól mindez. 5. Mózes Reberim 5-ös fejezetben 16-os vers lesz itt. Tiszteld atyádat és anyádat, amint megparancsolta néked Jehova a te hatalmasságot, hogy hosszú ideig élj, és hogy jól legyen dolgod azon a földön, amelyet Jehova a te hatalmasságot áld te néked. Az első ugye 2. Mózes Semot arról beszél, hogy hosszú ideig élj azon a földön, míg hozzáteszi a következőben, hogy hosszú ideig élj, és jól legyen dolgod azon a földön, melyet Jehova te hatalmasságot áld tenéked. Nézzük meg, hogy mit is jelent az, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hiszen azt gondolom, hogy az atyádat és az anyádat teljesen egyértelmű, hogy mit jelent. Nézzük meg, hogy mi is ez a tisztelet szó. Ez pedig nem más, mint Strong's H3513. Kaved. Kaved. Second entry. Kaved. Kaved. Melynek jelentése annyit tesz érdekes módon, hogy nehéznek lenni. Valami, ami nehéz, vagy elnehezedik, súlyos, vagy pedig kemény, gazdag, tiszteletre méltó, dicsőséges, nehézkes, vagy nehéz, illetve szintén valakit tisztelni. Ugye ezekben a jelentésekben fordul elő leggyakrabban ez a szó. Ha megnézzük a definícióját a Strong's konkordancia szerint, akkor szintén az elsődleges definíciója az, hogy nehéznek lenni, akár pozitív, akár negatív, akár pedig pozitív értelemben úgy, mint súlyos, vagy nehézkes, vagy pedig unalmas, illetve jó értelemben számos, gazdag, vagy pedig dicsőséges, de mindenképp azt érdemes megjegyezni, hogy nehéznek lenni. Ugyanerről számol be egyébként a Héber Káldeusi lexikon is. Az elsődleges jelentése a szónak az, hogy elnehezedni, vagy nehéznek lenni. Amennyiben egy pillantást vetünk a három karakterre, amiből áll ugye ez a Kaf, a Bet és a Dalet, Kabad, szó, és visszaemlékszünk arra, hogy az első betű, majd az utolsó betű, és azután következik a középső betű, akkor észrevetjük azt, hogy a kaf ugye egy nyitott tenyér, ami alázatot jelent, vagy az embernek a cselekedeteit, illetve azt, hogy az ember hajlandó meghajolni, és engedelmesen viselkedni. A dalet pedig az ajtót jelenti, ami a házba vezet, hiszen a bet, a középső betű az házat jelent, ez pedig a családot jelképezi, vagy pedig egy közösséget. Szóval az ember cselekedetei az, hogy alázatosan viselkedik, ahogyan él, kakaf, az nyitja meg az ajtót a házba, vagyis a közösségbe. Erről szól Kabad, a szó tisztelt.
Nézzük meg néhány példát, hogy hogyan is nyilvánul meg a szülők iránti tisztelet az írásban, illetve a szülők hogyan jelennek meg az írásban. Ez 1 Mózes Bereshit 28-as fejezet, és így szól a 6-os vers. És látta Ézsau, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elbocsátotta őt Mezopotámiába, hogy onnan vegye magára feleséget. Ugye ez volt Izsák parancsa, hogy az ő családjából vegyen magának feleséget, és ne nősüljön azok kívülre Jákob, aki később Izrael lett. És hogy mikor áldja vala, parancsol a néki, mondja, ne védj feleséget a kánaánusok lányai közül. Ugye Izsák ezt parancsolta Jákobnak, hogy ne vegyen feleséget a kánaánusok lányai közül, és ezt Ézsau is tudta. 7-es vers, és hogy Jákob hallgatta atya és anyja szavára, és el is ment Mezopotámiába, úgy, ahogyan azt mindannyiunknak tenni kellene, amennyiben a szülők az úton járnak, és nem az ő cselekedeteikkel, illetve az ő életvitelükkel nem akadályozzák azt, hogy mi Jahua útján járjunk, akkor az embernek engedelmeskednie kell a szülei szavának, még akkor is, ha nem feltétlenül ért egyet vele. Azonban mit csinált Ézsau? 8-as vers, és látta Ézsau, hogy a kánaánusok lányai nem tetszenek Izsáknak, az ő atyának, elméne Ézsau Ismáelhez, feleségül vevé még az ő feleségeihez, Ismáelnek, az Ábrahám fiának lányát, Mahalátot, Nebajotnak, húgát. Jákob pedig kiindul a Beersebából és Hárán felé tart. Jákob engedelmeskedett, és Ézsau pedig nem engedelmeskedett. Ez a kettejük szembenállása végighalad az egész írás során. Valaki vagy Ézsau, vagy pedig Jákob, vagyis Izrael, vagy Jásrál. Tehát láthatjuk azt, hogy Jákob, aki mindenképpen egy példaértékű karakter az írás során, az akárcsak Ábrahám és későbbiekben ugye a proféták, vagy akár az apostolok, természetesen Jehusa HaMásiák, ő hallgatott a szüleire, és tisztelte azokat. Második Mózes Semot 21-es, közvetlenül a úgynevezett 10 parancs után még néhány további parancsolat, így szól a 15-ös vers, aki megveri az ő atyát vagy anyját, halállal lakoljon. 17. Aki szidalmazza az ő atyát vagy anyját, halállal lakolja. Tehát a szabály az egyértelmű, és meglehetősen szigorú arra nézve, hogy az ember hogyan viselkedjen a szüleivel, és bár gondolom, hogy nagyon sokunknak ez természetes, és egyértelmű, bizonyára vannak olyanok is, akik egész másként gondolkodnak erről. És még egyszer mondom, az fontos, hogy a szülő milyen szemléletben él, és vajon járja az utat vagy sem, azonban azt senki nem felejtheti el, hogy az apa és az anya az, ahonnan mindannyian lettünk. És pontosan ezért vonatkoznak ezek a törvények rájuk, hiszen amennyiben az ember nem képes még az alapvető tiszteletet sem megadni a saját szüleinek, hogy lenne képes az úgymond mennyei atyának megadni ezt a tiszteletet. Semmi sincs véletlenül az írásban, és amikor azt mondja, ugye Máté 6-ban a mi atyánk, úgynevezett mi atyánk imában, hogy ahogyan az égben, úgy a földön is, ahogyan a mennyben, úgy a földön is, pontosan erre utal. Úgy, ami a mennyekben van, annak képe az, ami a földön található. A gyermek születés, a gyermek felnövekedése fokozatosan megérteni a valóságot, megismerni a törvényeket fokozatosan, megházasodni, és együtt élni egy másik emberrel, ugyanúgy, ahogy az ember együtt kell, hogy éljen, a mindenható szavával, és azt szerint éljen, engedelmeskedjen neki, szeresse úgy, mint egy szülőt, a mindenható atyát, és utána saját gyerekei legyenek, türelmes legyen azzal, ahogyan ő vele voltak korábban, és felnevelje, és tanítsa,
és a többi, és a többi. Ezek a dolgok tanítanak minket arra, hogyan kellene viszonyulnunk a mindenhatóhoz. És az ő szavához természetesen. 3 Mózes vagy Ikra 19-es fejezet pedig a második vers így szól. Szólj Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nékik, szentek legyetek, szent ugye annyit tesz, mint kiválasztott, elkülönült, más, mint a többi, mint az átlag. Mert én, Jahua, a ti hatalmasságotok, szent vagyok. Nézzük meg, hogy mi az első dolog, ami szenté tesz minket. 3. vers, az ő anyját és atyát minden ember tisztelje, és az én szombatjaimat megtartsátok. Én vagyok, Jahua, a ti hatalmasságotok. Úgyhogy ez a kettő, az 5. és a 4. parancsolat a 10-ből, az első, amivel kezdi, ugye 3 Mózes 19-ben azt, hogy hogyan is lehet az ember szent, ha tiszteli az atyát és az ő anyját, hiszen ez fogja megtanítani arra, hogy tisztelje az ő mennyei atyát, és annak ellenére, hogy nem feltétlenül ért egyet minden egyes dologgal, amit ő követel vagy mond, ugyanúgy, ahogy a szülei esetében. És bár szerintem ez az egyike azon parancsolatoknak, amelyik csak úgy elsiklik, amelyik fölött csak úgy elsiklanak az emberek, elég sokszor van szó róla, ez például ismét 3 Mózes vagy Ikra 20-as fejezetből egy vers, ez pedig a 8-as, illetve 2 a 8-assal, és tartsátok meg az én rendeléseimet, és cselekedjétek azokat. Ugye nem elég tudni azt, vagy arra gondolni, hanem az embernek úgy is kell élnie. Ez vonatkozik az étkezési szabályokra, ez vonatkozik az ünnepekre, és ez vonatkozik az úgynevezett morális törvényekre úgy szintén, és egyaránt. Én vagyok Jahua, a ti megszentelőtök. Hogyan szentel meg? Úgy, hogy úgy viselkedünk, ahogyan ő viselkedik, ő pedig úgy viselkedik, ahogyan azt megmondta nekünk. És leírta az ő instrukcióiban, a Torában. Ezért adta meg nekünk, így lehetünk olyanok, mint ők, így lehetünk ő, bocsánat, és így lehetünk szentek, ahogyan ő az, ezáltal szentel meg minket. 9-es, mert valaki szidalmazza az ő atyát vagy anyját, halállal lakoljon. Atyát és anyját szidalmazta vére rajta. Az, hogyha valaki szidalmazza a szüleit, egyértelmű, hogy azért mondja, hiszen a 3-as parancsolatban arról beszél, hogy az ő nevét ne vegye senki hiába a szájára. Ugyanúgy, aki az anyját szidalmazza, az nem tanulta meg azt a leckét, és így nem lesz képes a mennyei atyát, akit sosem látott igazából tisztelni. A földi dolgok tanítanak meg minket arra, hogyan kell Jahuával és az ő szavával együtt élnünk és viselkedni, amennyiben az ő gyermekei szeretnénk lenni. Még egyszer én azt hangsúlyoznám, hogy a szülők, a fizikális szülők azok a mennyei atyának a képei a földön. Ugyanúgy, ahogy számtalan más példa van erre, ahogyan a világi életünket ő megalkotta, a szülők jelképezik őt, és a mi viszonyunk a szülőkhöz segít abban, hogy hogyan viselkedjünk vele, és hogyan viszonyuljunk hozzá, hiszen amennyiben mi képesek vagyunk engedelmeskedni, és tisztelni, és alázatosan viselkedni a szüleinkkel, ugyanúgy képesek leszünk, és ez megtanít minket arra, hogy hogyan viselkedjünk vele szemben is. 5 Mózes Teberim 21-es fejezetben egy érdekes jelenet, illetve egy érdekes törvényt olvashatunk, és rendeletet. 18-as vers így szól. Ha valakinek pártütő és makacs fia van, aki az ő atya szavára és az ő anyja szavára nem hallgat, és ha megfenyítik sem, engedelmeskedik nékik, az ilyet fogja meg az ő atya és anyja, és vigyék azt az ő városának véneihez, és az ő helységének kapujába, és ezt mondják a város véneinek. Ez a mi fiunk pártütő és makacs, nem hallgat a mi szónkra, tobzódó és részeges, akkor az ő városának minden embere kövekkel kövezze meg azt, hogy meghalljon. Így tisztíts ki közüled a gonoszt, és az egész Izrael hallja meg, és féljen.
Érdekes az egész rendelkezés, és az, hogy vajon mi is állhat e mögött, és mi lehet az oka annak, hogy akár az ember a saját fiát is megkövezze. De kezdjük azzal, hogy mi is a pártütő és a makacs. A pártütő az nem más, mint a héber szó. Strong's H, 5637. Sarer. Sarer. Melynek jelentése annyit tesz, mint hogy lázadni, fellázadni valaki, aki makacs, vagy lázadó, vagy pedig ellenálló. A Strong's konkordanciában a definíciója pedig annyit tesz, mint hogy elfordulni valamitől, és ez akár morális kérdésekben is lehet valaki makacs, vagy valaki, aki elfordul, vagy visszafelé fordul, ugye romlik, vagy pedig lázad, vagy pedig lázadás szít, vagy fel kell valami ellen, visszacsúszik, úgy, olyan értelemben, hogy romlik, szintén csak visszafele megy, makacs, vagy pedig visszahúzódó. Ennyit jelent maga a szó eredeti jelentésben, ami ugye itt úgy van lefordítva, hogy pártütő. A makacs kifejezés pedig Strong's H 4784. Marra. Marra. Ez pedig szintén annyit tesz, hogy lázadó vagy lázadónak lenni, makacsnak lenni, engedetlennek valakivel szemben, vagy pedig lázadni valami ellen, vagy állandóan ellenkezni. A definíciója pedig a Strong szerint annyit tesz, mint keserűnek lenni, ami azt jelenti, hogy ugye nem tetszik valakinek az, amit végre kell hajtani, vagy kellemetlennek lenni, vagy ellenállónak lenni, lázadni, és hogy megváltozni, provokálni valakit, vagy pedig engedetlennek lenni, és ennek a különböző változatai. Érdekes az, hogy a héber káldeusi lexikonban ugye ez a szó, hogy mará, ez annyit jelent, hogy valakit vagy megsimítani, vagy pedig megcsapni úgy, mint ostorral. Mint egy ostor csapás, vagy pedig pengével megvágni a bőrt. Ez a szó jelentése. A másik jelentése pedig ugye a maga a lázadó, vagy az, aki ellenáll, és makacs. Érdekes az, hogy a srár szó, ez ugye semach, res és res kétszer, a három karakterből áll, hogy mit is jelent, hogyha megnézzük a piktografikus értelmezését. Az első karakter ugye a semach, ami tüskét jelent, és érdekes az, ahogyan értelmezhetjük, hiszen maga a tüske, ugye a hozzátartozó jelentések bármi, ami hegyes vagy éles, és átjukasztja a pajzsot, vagy pedig megfogja az embert, ugye beleragad az ember a tüskébe, és jelenti ugyanúgy Yahua Elohimnek a védelmét, az ember köré vont védelmét. Azonban ebben az esetben természetesen ugye vagy azt a jelentését fogjuk használni, hogy valami, amiben az ember belegabajodik, vagy pedig az, hogy átjukasztja az embert. A res, vagy a pajzsot, a res pedig az ember fejét jelképezi, és az ember gondolatait. Úgyhogy az, aki makacs, ez áthatol az ember gondolatain, és az ember fején, és az ember fejébe bele fészkeli magát, és az ember nem tud ettől megszabadulni. Ez a semach res, res az egyik értelmezési módja ennek. Szintén hasonlót jelent a marászó, ami ugye a mem, res és a hey karakterekből áll, ez pedig ugye a mem, az a vizet jelenti, ami akár vért is jelenthet, vagy valami hatalmasságot, de általában káoszként értelmezhető, míg a resről volt szó, ugye az az ember feje, vagy gondolatai, és a hey, az pedig egy kinyilatkoztatás, ami az embernek a kezét jelképezi, az ég felé emelt kezét, mint karakter. És így láthatjuk azt, hogy az, aki makacs, engedetlen, az a káoszt, ami felfedi cselekedeteivel, ami a fejében és a gondolataiban található. Ez a mem,
ugye a Hey, a két külső karakter felfedi azt, ami a közepén található a szónak. Mem, Hey és a Res. Így azért jobban meg lehet érteni szerintem azt, hogy mit is jelent a pártütő vagy makacs, de természetesen nem szükséges az emberek minden egyes szót piktografikusan értelmezni ahhoz, hogy megértse az üzenetet. Nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy aki nem hallgat a szavára, ez a szó pedig nem más, mint... Strong's H, 8085, Shamay, Shamay, and second entry, Shamaya, Shamaya. Aminek a jelentése annyit tesz, mint hogy hallgatni valakire, szó szerint értelemben, vagy pedig engedelmesség értelemben hallgatni valakire, vagy pedig engedelmeskedni. És ennek a különböző variációit sorolja fel itt. A definíciója a Strong's konkordancia szerint pedig az, hogy intelligensen hallgatni valamit, figyelemmel kísérni valamit, engedelmeskedni, és figyelemmel kísérni valakit, valamit, óvatosan figyelni valamire, bizonyságot szerezni, egyetérteni, vagy pedig megfontolni valamit, egyetértésben lenni, kijelenteni valamit, és hasonló dolgok, ez jelenti a smá, de mindenképpen valamiféle figyelmet és egyetértés fejez ki egy intelligens módon, és az, hogy az ember engedelmes, illetve alázatos. A Hebrew, illetve a Héber Kádeusi lexikonban pedig annyit tesz, mint hallgatni valamit. Ez az elsődleges jelentése. Ezen kívül hallgatni szó szerint, vagy pedig hallgatni valakire, valamire, tehát hasonló ahhoz, amit megtudtunk a Strong's lexikonból. Tehát aki nem hallgat, nem engedelmeskedik a fenyítés ellenére, és makacskodik és ellenáll, az ilyet fogja meg az ő atya és anyja, vigyék el a város vényeihez, és az ő helységének kapujához, és mondják a véneknek, hogy ez a mi fiunk pártütő és makacs, nem hallgat a mi szónkra. Tobzódó és részeges. A tobzódó kifejezés itt nem más, mint... Strong's H 2151. Zalel. Zalel. Ami ugye egy Zain, illetve Lamed, Lamed. És a Zain az egy eke, vagy bármilyen szerkezet, amivel a földet meg lehet munkálni. És ez a jelképe ugye a spirituális embernek, annak, aki engedelmes Jehova szavára és szavához, és ezáltal gyümölcsöző lesz az élete, ez a Zain, míg a Lamed az egy tanítót jelent, egy tanárt jelent, valaki, aki vezeti az embereket, illetve valaki egy összekötő kapcsot jelent tulajdonképpen. Igát is jelent a Lamed, tehát a Zalal az, aki tobzódó, az a spirituális értelemben, ugye a spirituális ember, vagy azt, amennyire gyümölcsöző lehetne, túl sok tanítót, vagy túl sok vezetőt fogad magához, ezért van kettő a Lamedből, tehát saját magára hallgat, a saját feje után megy, vagy pedig mindenféle dolgokra fókuszál, ezért írja azt, hogy tobzódó, és nem hallgat a szóra. Arra a szóra, amire kellene, és az írás egyébként értéktelen, gonosz, vagy jelentéktelen, könnyű értelemben használja ezt a szót, és a Strong's konkordancia jelentése pedig azt jelenti érdekes módon, hogy valami megrázkódik, mint a szélben, hiszen nincsen, ahogyan azt az előbb megnéztük, a két lamed arra utal, hogy mindenféle dolgokat befogad, és a saját feje után megy, ezért mondja azt, hogy megrázkódik, mint az, hogy a szélben megrázkódik valami, hiszen nincsen egy szilárd, spirituális
talaj a lába alatt, ezért írja azt, hogy megrázkodni, ez a jelentése, valamint megremegni, mint ahogy a föld megremeg, átvitt értelemben, vagy pedig morális értelemben valaki, aki laza, aki értéktelen vagy tékozló. Hogyha pedig megnézzük a héber káldeusi jelentését, akkor ugyanezt fogjuk találni, valami, ami rázkodik, vagy remeg, ez az elsődleges jelentése, kiönteni valamit, kirázni valamit, és bármi, ami értéktelen, vagy mi haszna, ez a szó jelentése. Hiszen nincsen szilárd talaj a lába alatt, hiszen nem hallgat az atyára és az anyjára. A részeges kifejezés pedig nem más. Strong's H 5433 Sava Sava. Ez pedig a Shamech, Bet és az Aleph, amit pedig úgy tudnánk összefoglalni, a Shamechról ugye már volt szó, a Shamech az a tüske az ember oldalában, illetve az Aleph az egy bika fejet jelent, egy bika fej tulajdonképpen, a piktografikus jele, ez Yahuát jelenti, az atyát jelenti, vezetőt jelent, vagy pedig valakit, aki összeköttetésben van, vagy pedig a őtőle tanul, a vezetőtől tanul, aki követi őt, egyébként erőt és hatalmat is jelképez az Aleph, míg a Bet ugye egy ház, ami a családot jelenti, vagy pedig a gyülekezetet jelenti, úgyhogy ha megnézzük, akkor ez a Shamech, Aleph és Bet, ugye maga a szó, ami nem más, ugye Shabá vagy Shavá, és a Shamech, Aleph, és utána vizsgáljuk a Betet, ez annyit tesz, mint hogy valaki ugye a tüske, ami átlyukasztja azt a pajzsot, ami Yahuá lenne az ő vezetése, és ehhez a családhoz tartozik, vagy ezt hozza be a családba, azáltal, hogy ő részeges, ebbe a fajta körbe tartozik, aki ellenáll, vagy átlyukasztja, vagy megsemmisíti Yahuának a vezetését, az ő erejét, az ő hatalmát, és ehhez a családhoz tartozik, vagy ebbe a családba tartozik, és ezt hozza be a gyülekezetbe. Természetesen ez egy kezdetleges elemzése ezeknek a karaktereknek. Én azt mondom, azt javaslom mindenkinek, hogy amennyiben lehetősége van, töltsen le egy-egy ilyen ábrát, nézze meg, hogy mi mit jelent, és mindenképpen játszon el ezzel a lehetőséggel, hiszen szerintem mélyebb értelemben meg lehet vizsgálni ezeket a szavakat, és több kiderül az írásról. Még akkor is, hogyha nyilván nem találjuk el tökéletesen minden alkalommal. A vége az, ami azonban fontos, akkor az ő városának minden embere kövekkel kövezze meg azt, hogy meghalljon. Így tisztíts ki közüled a gonoszt, és egész is Izrael Yashra'el hallja meg, és féljen. A lényeg azonban ez, hogy ez a lázadás, amit bevisz ebbe a közösségbe, azáltal, hogy nem engedelmeskedik, ennek nincsen helye, hiszen amennyiben teret adunk az ellenségnek, vagy a gonosznak, vagy ennek a fajta viselkedésmódnak, akkor az azonnal terjeszkedni kezd. Nem azért hozta ezeket a törvényeket, mert nem volt jobb dolga, vagy azért, mert embereket szeret volna látni, elpusztulni, meg szenvedni. Azért hozta be, mert hozta meg ezeket a döntéseket, mert tudta, hogy a közösség fontosabb, mint az egyén, és tudta, hogy milyen hatással van a közösségre az, amikor ilyen gondolatok beférkőznek. Gondoljon mindenki csak a saját környezetére, vagy akár a világunkra, vagy akár az országra, hogy hogyan degradálódik az egész morál a világban és az erkölcs, hiszen egy-egy csoport kitalál bizonyos dolgokat, azok elterjednek, és így megfertőzik az egész világot. Ezt szerette volna elkerülni, akkor is, ha valakinek ez a fiába kerül, hiszen a közösség és a törvény fontosabb, mint bármi más, és bárki. És amennyiben az ember nem hallgat a szüleire, akkor nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ő hallgatni fog a mennyei atyára, hiszen amennyiben nem tiszteli azt, akit lát és ismer, úgy nem fogja tisztelni azt, akit sose látott. Természetesen vannak szélsőséges esetek, és vannak különleges esetek, de a nagy átlag az
mindig a nagy átlagnak a része lesz, és ezért ez így általánosságában véve mindenkire vonatkozik. 5 Mózes Deberim 27-es fejezet pedig így szól. 16-os vers átkozott, aki kevésre becsüli az ő atyát vagy anyját, és mondja az egész nép, amén. Tehát az, aki nem tiszteli ugyanúgy, ahogy az előzőekben, az átkozott, és nézzük meg, hogy mit jelent ez a szó, átkozott, ami... Strong's H779. Arrer. Arrer. Ugye megátkozni valakit, és definíciója pedig ugye a Strong's konkordancia szerint annyit tesz, mint hogy utálni valakit, vagy pedig igencsak megátkozni valakit, megátkozni a Héber Káldeusi lexikon szerint szintén annyit tesz, mint hogy megátkozni valakit, és elég egyértelmű. Még annyit esetleg megnézhetünk, Alef, Res, Res, ami annyit tesz, mint ugye Alef az egy bikának a feje, míg a Res az egy embernek a feje. A bikának a feje jelképezi ugye Abba Yahuát, azaz a mennyei atyát, az ő vezetését, az, hogy az ember hozzá van egyigába kötve, míg a Res az pedig az embernek a saját gondolatait jelenti. Tehát Alef, Res, Res, amennyiben kettő van, a Resből az annyit tesz, hogy az Elohim, azaz Yahua vezetése helyett az ember a saját gondolatait és a saját feje után megy, úgymond. Ezért lesz végezetül átkozott, hiszen elkeveredik, és nem fogja találni az igazságot, és nem fog jó úton járni. Ugye ezt jelentheti Arer, átkozott. Nézzük meg egy példát arra, amikor az ember viszont elhagyhatja a szüleit, és más útra kerülhet. Ez Rút 2-es fejezet, 10-es vers így szól. Akkor ez arcra borula, és meghajtá magát a földig, és mondané ki, ez ugye Rút. Hogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok, ugye Rút egy moábita volt. Boáz pedig felele neki, és mondta, bizony elmondtak nékem mindent, amit te cselekedtél, napaddal férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat, és a te anyádat, és a te születésednek földét, és hogy vajon miért, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizessen meg néked Jahua te cselekedetedért, és legyen teljes a te jutalmad Jahuától, Izraelnek, Jasalának hatalmasságától, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Elhagyta a szüleit, a születésének a helyét, idegenként eljött egy új néphez azért, mert tudta, hogy Yahua az egyetlen élő és igaz Elohim, és hozzá akart csatlakozni, és hajlandó volt áldozatra és alázatosságra, és engedelmességre, amire ugye az előzőekben tárgyalt engedetlen és makacs fiú nem volt. Tehát amennyiben az ember Yahua útját járja, és az ő parancsolatait követi, és hozzá csatlakozik, akkor az mindent felülír. Természetesen a törvények keretein belül, de így elhagyhatja a szüleit, az ő házát, a születésének földjét, és egy új néphez csatlakozhat, amennyiben Yahuának az útját szeretné járni. Ruth példája nagyszerű erre. Ez pedig ismét csak arra példa, amikor az embernek nem szabad követni azt, amit a szülei csinálnak, ez pedig első királyok, Melechim, Alef 22-es fejezet, 52-es vers, így szó, Akházia pedig, az Áháb fia kezdte uralkodni Jasarálen, Izraelen, Szamáriában, Josafátnak, a Júda királyának 17. esztendeiben is uralkodik, Izraelben 2 esztendeig. Ez ugye Akházia, Áhábról már volt szó, ha még nem láttátok, akkor a Jézabel, Akáb és Jézabel, vagy Jézabel szelleme, és az ő szellemiségéről készült videókat érdemes megnézni, az Akábról és az ő uralkodásáról, illetve az ő felesége Jézabel uralkodásáról szól, akik Akházia szülei voltak. 53. És gonoszul cselekedik Jahuának szemei előtt, Akházia, járván az ő atyának, Akáb, és anyjának, Jézabel útján,
és Jeroboámnak, a Nébát fiának útján, aki bűnbe ejti Izrael jasorát, és szolgál a Baálnak, és azt imádá, és haragra indítá Jahuát, Izrael hatalmasságát, mint ahogy az ő atya cselekedett Akáb. Tehát, amennyiben az ember szülei rossz úton járnak, akkor az egyáltalán nem mentség arra, hogy mi is azt folytassuk. Tehát az embernek mindig és mindenkor Jahua szava és az ő törvényei kell, hogy legyen az első helyen, minden más másodlagos és ezután következik. Erre példa Ákházia, aki annak ellenére, hogy ugye arról van szó, hogy tisztelje az apját és az anyját, ennek ellenére rossz úton járt, hiszen követte az ő példájukat, és nem Jahua útján járt. Szó szerint erről beszélt Tehelim Zsoltárok 27.10-es vers, ha atyám és anyám elhagyának is, Jahua magához vesz engem, taníts meg engem a te utadra, ó Jahua, vezérelj engem egyenes ösvényen az én üldözői miatt. Az első mindig Jahua és az ő parancsolatai, utána pedig az ember családja és minden más, beleértve a gyerekeit és a feleségét és az atyát és az anyját. Erről beszél Dávid a 27-es Zsoltárban, még amikor a szülők el is hagyják az embert, Jahua mindig vele van, amennyiben azt kérjük, hogy megtarítson az ő útjára, és mi hajlandók vagyunk azon járni. Felolvasnék még néhányat a példabeszédek könyvéből, ugye ez egyes példabeszédek, Misli 1-es, 7-es vers, Jahuának félelme feje a bölcsességnek, ugye amennyiben az ember féli Jahuát, az egy nagyon-nagyon jó kezdet, hiszen akkor rá fog jönni arra, hogy az engedelmesség az egyetlen út. A bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. És ez ugye előbb-utóbb, aki nem hajlandó ezen az úton járni, az az, aki bolond, aki nem hisz, ugye úgy azt nevezi bolondnak az írás, azok az emberek a bölcsességet, ami a szava, az instrukciókat, ha rá, ezek az emberek nem fogják elfogadni és szeretni, ezért bolondok. 8-as, hallgass fiam a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd meg, kedves ékesség lesz a te fejednek, aranylánc a te nyakadra. A bölcsesség, a húga szava az, amit megtanul az ember a szüleitől, amennyiben a helyes úton járnak, és erre tanítják, és erkölcsileg és morálisan szilárd talajon állnak, akkor ez többet ér, mint egy korona, vagy pedig egy aranylánc, hiszen egyrészt életet jelent, másrészt az ember így lesz világossága ennek a világnak. Példabeszélek Misli 6-os, őrizd meg fiam a te atyád parancsolatját és anyád tanítását ellen, hogy kösd azokat szívedre, mindenkor fűzd a nyakadba, valahová mész, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget veled. Ugyanezt erősíti meg itt is, ebben a 6-os példabeszédben, és továbbra is, a 15-ösben is ezt folytatja, illetve hasonló. A restek útja olyan, mint a tövises sövény, az igazaknak útja pedig megegyengetett. Ez igaz útja, az mindig a Tora, az instrukciók szerint való életet jelenti. A bölcs fiú megörvendezteti az atyát, a bolond ember megutálja az anyját. Ugye ezeket a gondolatmeneteket viszi tovább. Aki hallgat a szüleire, az amennyiben azok összeegyeztethető dolgot tanítanak az írása, akkor az lesz az, aki megörvendezteti az atyát, aki pedig nem hallgat rá, az pedig nem csak, hogy megutálja az anyját, hanem szégyent hoz az egész családjára, hiszen a parancsolat, a tanítás és Jahua szava az, ami az embert kiemeli a világba. Villám gyorsan még néhányat a példabeszédekből, ez 19-es, 26-os vers, aki atyával erőszakoskodik, anyját elűzi, gyalázatos és megszégyenítő fiú az. Szűnjél meg, fiam, hallgatni az olyan tanítást, mely arra visz, hogy a bölcsességnek igéjétől eltévedj. Akár, ugye természetesen ez a szülőkkel szembeni erőszakra, engedetlenségre vonatkozik, utána pedig felhívja a figyelmet, hogy azonban, ami a bölcsességnek, ugye Jahua szavától eltérít, azt mindenképp az ember hagyja el. Következő példabeszélek Misli 20-as, aki az ő atyát vagy anyját megátkozza, annak kialszik szövét neke a legnagyobb sötétségben. Amely örökséget először siettetnek, annak vége meg nem áldatik.
ez visszavisz minket egészen a 10 parancsolatig, aki megátkozza a szüleit, annak az nem fog eligazodni a világban. Ez a legnagyobb sötétség, mikor az ember magára marad a világban, és el fog tévedni. 23-as példabeszédek, ne légy azok közül való, aki borral dőzsölnek, azok közül, akik hússal dobzódnak, ugye ez a, ha visszaemlékszünk, a dobzódó és a részeges, ugye amikor a megkövezték a fiút, ez erre utal, mert a részeges és dobzódó szegény lesz, és rongyokba öltöztet az aluvás. Hallgasd a te atyádat, aki nemzett téged, és meg ne utáld a te anyádat, mikor megvérhedik. Tehát az ember hallgasson a szüleire, amennyiben ők a helyes úton járnak. Következő 28-as, ez pedig így szól, aki megrabolja az anyját és az atyát, azt mondja, nem vétek társa a romboló embernek. Ugye természetesen, aki a szüleitől veszel, ugyanúgy bűnt követel, mint bárki más. 30-as példabeszédek nagyszerű, szerintem van oly nemzetség, aki az ő atyát átkozza, és az ő anyját nem áldja. Van nemzetség, aki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rúdságából ki nem tisztítatott. Ez szerintem mindegyik nemzedék, különösen a mai, ahol mindenkinek igaza van, mindenki azt csinál, amit akar, és mindenki helyesen jár a saját mércéje szerint a saját szemeiben. Egy újabb figyelmeztetés végezetül a példabeszédek 30-asból, a szemet, amely megcsúfolja atyát, vagy megutálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak. Ugye nem érdemes az engedelmesség és a tisztelet mindig is fontos a szülőkkel szemben, hiszen ők a mennyei atyán képei a földön, aki nem képes tisztelni a szüleit, az azt Jahua utálni fogja. Nézzük meg, hogy mi az, amit Jahusha Hamásiák, a megváltó mond, Mati Jahu Máté 10-es fejezetben így szól a 34-es vers, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem, hogy fegyvert, hiszen az a fajta életmód, amit azok választanak, ahogyan Jahusha Hamásiák, a megváltó élt, mikor köztünk járt, az ellenségeskedés fog szítani, nem csak a baráti körében, a kívülállók körében, de a családon belül is, hiszen ezt nagyon kevesen fogják megérteni. Erre hívja fel a figyelmet, mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasztok az ember és az ő atya, a lány és az ő anyja, a menny és az ő napa közt. Azért, hiszen ki akarja deríteni, ki az, aki hajlandó őt követni, és hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe, hiszen nagyon kevés ember fogja elfogadni ezt az utat, és mivel rávilegít az emberek bűnös életére és erkölcstelen életére, amennyiben az ember próbál így élni, ezért ellenségeskedés fog szítani. Hiszen az emberek nem nézik jó szemmel azt, aki próbálkozik és jobb, mint ők. 37 azonban a lényeg, aki inkább szereti az atyát és az anyját, hogy nem engemet, azaz a mindenható szavát, aki a Jahusha Hamásiák volt a földön, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti a fiát és lányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. Úgyhogy ezt mindenkinek a figyelmében ajánlom, akinek saját családja van, vagy a szüleivel kapcsolatban az első és legfontosabb az mindig a mennyei atyánk és az ő szava. Minden más, ami ezzel összeegyeztethető, és ebbe belefér nagyszerű, ami nem, az pedig másodlagos. Erre hívja fel a figyelmet. Máté Matityahu 12-es fejezetben, ugye ez egy jól ismert történet, mikor mondják Jahusha Hamásiáknak, a megváltónak, hogy kint várja a családja, és nem tudnak bejönni, ezt mondja a 49-es vers, kinyújt már a kezét az ő tanítványaira, mondta, íme az én anyám, és az én testvéreim, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nékem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Érdekes az, hogy az atyát nem mondta, hiszen az ő atya Jahua volt, aki őt elküldte a földre, ezért nem mondta, hogy az atyám és az anyám, hanem az anyám és a testvérem, a család az, akik követik ezt az utat, akik igyekeznek ezen az úton járni minden erejükkel. Ez a mi családunk, az igazi családdal szemben. Nem arról van szó, hogy le kell nézni az embereket, elhagyni mindent, eldobni mindent, arról van szó, hogy az elsődleges célja mindenkinek, aki ezt az utat válaszza, maga az út, az instrukciók megismerése, megtartása és azoknak a cselekvése,
Minden más ezután következik, beleértve a családot is, és erre hívja fel a figyelmet Mati Yahu. 19-es fejezet pedig így szól, 28-as vers, Yahusha pedig mondanékik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, ugye mindazok, akik járják az utat, és úgy cselekszenek, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül majd az ő dicsőségének király székébe, ugye amikor a királyság eljön, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítéljétek az izraeli jasara 12 nemzetségét. Ez ugye az apostolokra vonatkozott. 29. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, gyermekeit, szántóföldjeit, az én nevemért, ugye ez Yahusha Hamásiák, az ő szava úgy élt és úgy hitt, mind a százannyit vészen és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, sok utolsók elsők. Ugye az első mindig Yahuwah útja, és ez fejezi ki itt is, aki képes elhagyni ezt a világot, a családját, minden mást, és minden más elé helyezni Yahuwah szavát, a parancsolatokat, az instrukciókat, a Torát és ezt az utat, az az, aki méltó lesz rá, és ez felülírja az összes parancsolat. Olyan értelemben, hogy természetesen a parancsolatokat, a törvényeket, az instrukciókat betartva járja az ember az utat, különben ugye nincs értelme erről beszélni. Amennyiben bárki nem az úton jár, vagy ebben hátráltatja, akkor azt érdemes valamilyen módon korlátozni, vagy kizárni az ember életéből, hiszen ez el fogja téríteni az első és legfontosabb maga az út, az instrukciók szerint való élet. Remélem, hogy mindenki számára hasznos volt és érthető. Természetesen fontos az, hogy az ember egy közösségben éljen, és a család a legfontosabb ezek közül, a közösségek közül. Azonban amikor Yahuwah útjáról van szó, akkor mindenkinek mindenki választás elé kerül, és ebben a választásban próbáltam segítséget adni. Yahuwah útja elsőbbséget kell, hogy élvezzen az életünkben mindenek felett, különben nem fogunk tudni eljutni hozzá. És ez az, amit Yahusha Hamásiák is hirdetett, és ez az, amiről az egész könyv szól. Az út a legfontosabb az ember életében. Fontosabb a családnál, fontosabb a barátoknál, és fontosabb saját magunknál. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!